A disznóvágás hosszas és fárasztó munka, a 180 kilós állat feldolgozásához ezért már korán hozzáláttak. Az esemény célja a remek ételeken túl a közösségépítés és hagyományőrzés volt. A polgármester szeretné, ha minél több fiatal látogatna el ezekre a rendezvényekre, átörökíteni a hagyományos disznóvágás alapjait. Nagyon nagy szerepet adunk mi ebbe annak is, hogy közösségfejlesztés. Tehát itt a lengyelen ugye a sváb és a székely hagyományok vannak, de mikor így összejövünk, akkor lengyeliek vagyunk. Sváb és székely hagyományoknak is megfelelve kétféle káposztát készítettek. A hagyományokhoz híven székely és német, illetve sváb tölteléket készítünk. Mind a két népcsoportnál nagyon-nagyon speciálisan van ez kidolgozva. A székelyek azok levélben töltött káposztát készítenek, amit ők galuskának neveznek, a sváboknál pedig inkább gombócot szoktak készíteni vágott káposztával. A polgármester úgy érzi, az embereknek szüksége van az efféle rendezvényekre, egy jó beszélgetés is sokat számít nekik, és reméli, hogy a továbbiakban is folytatni tudják a megkezdett úton. Az állatot az esti disznótoros vacsorára és bárra váltott jegyek árából vásárolták. Azoknak, akik nem tudtak részt venni, házhoz szállították az ételt.